A Bükkfürdő gyógyvíz strand formájában 60 éve látogatható bárki számára, én magam 12 éve vagyok lelkes rajongója, és biztosan minden nyáron egy-két hetet ott töltök. Minden korosztály számára ideális, nem csak azért, mert az idősek kiélvezhetik és kihasználhatják a rendkívüli gyógyhatását annak a víznek, hanem a fiatalabbak is, sőt a gyerekek is, mert hogy élménypark is található ott. Nyár van és rekkenő hőség, ezért én is meglátogatok egy fürdőt. Sokszor szokták Magyarországot gyógyvíz nagyhatalomként emlegetni. Manapság is nagyon népszerűek a termálvizes fürdőhelyek? Abszolút így van. Azzal együtt, hogy az igények természetesen folyamatosan átalakulnak, minden korosztálynak más az igénye, mást vár el egy fürdőhelytől. A gyógyfürdők feladata pedig az, hogy kielégítsék ezeket az igényeket. Mi az, ami inkább az idősebb korosztály körében népszerű, és mi érdekli a fiatalokat? Az idősebb korosztálynak továbbra is elsősorban a gyógyvíz, a gyógyulás a hívó szó, mozgásszervi panaszokra, csontritkulás megelőzésére, de akár nőgyógyászati urológiai panaszok kezelésére is, tehát a gyógyulás. Aztán a fiatalokat pedig az élményekkel, strandélményekkel, fürdőélményekkel kell, illetve lehet megszólítani. Ha gyógyvízben fürdőzünk, akkor figyelnünk kell arra, hogy mennyi időt töltünk a vízben? 4 óra 20 perc, ami a maximum, és 14 éven aluliak nem időzhetnek a gyógyvízben. Nagyon hatásos a gyógyvíz, de módjával és csínyán kell vele bánni. A 14 éven aluli korosztály számára még mindig a csúszda a legnépszerűbb hely a strandon. Abszolút az. Sőt, mondhatom, hogy egész családok kedvence, hiszen gyerekek és szüleik együtt is csúszhatnak, mert hogy ilyen opció is van, de van nagyon bevállalósoknak is csúszda, és szerintem ettől kerek a strandélmény egyébként, hogy még mondjuk a szülők, nagyszülők gyógyvízben gyógyulnak, pihennek, addig tényleg a 14 éven aluliak akár csúszdázhatnak, de azon felül is méltán népszerűek a játszóterek, de a strandröplabdapálya, a strandkézilabdapálya, és legalább ennyire népszerű egyébként ez óriás buborék, ami egy hatalmas féllabda, ami tényleg felhőtlen kikapcsolódás, és rohan az idő a strandélmények közepette. Vannak olyan fürdőhelyek is Magyarországon, amik igazán nagy múltra tekintenek vissza. Hogyan tud ünnepelni egy fürdőhely? Akkor jó az ünnep, hogyha mindenkinek szól. És az se baj, hogyha van lenyomata, legyen az kézzelfoghatóan egy időszaki kiállítás formájában, vagy egy kiadvány formájában, megünnepelni azt az X évtizedet. Mi a helyzet egy fürdőhelyen rossz idő esetén? Egy igazán felkészült fürdőhely mindenképpen gondol az olyan nyári napokra, amelyek nem kecsegtetnek ilyen hőséggel, mint amilyen a mai nap. Úgyhogy beltéren is élménymedencék, gyógyvizes medencék, és hát természetesen érdemes felkészülni a legkisebbek szórakoztatására is. Ma nagyon szerencsénk van, mert 34 fok van, ez meg, ha jól tudom, 33 fokos. Én kipróbálom, hogy így mit nyújt. Tökéletes.